Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondót látják 2020. október 2-án, pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Az idei évben is díjazták a legszebb konyhakerteket. Zöldülj mezőtúr. Cél a közösségépítés. Mezőtúr immáron 8. alkalommal vett részt a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertje elnevezésű országos programon. A kezdeményezés célja, hogy összegyűjtse azokat, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket. Az idei esztendőben 5 kategóriában 11 versenyző indult. Mezőtúrváros önkormányzata is csatlakozott a Legszebb Konyhakertek elnevezésű országos programhoz. A 2020-as versenyen mezőtúron 5 kategóriában 11 versenyző indult el. Kedves kertgazdák, kertművelő közösség, polgármester úr, képviselőtestület, programkoordinátorok, zsűritagok, tisztelt hölgyeim és uraim! Mezőtúrváros önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Kovács Szilvia ötletgazda Karcagváros alpolgármester által létrehozott a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Önkormányzatunk által meghirdetett a helyi a Legszebb Konyhakertek Mezőtúr program ünnepélyes eredményhirdetésén. A szervezők célja az idei programmal is az volt, hogy összegyűjtsék azokat a kertművelőket, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket. Őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől, szüleiktől tanultak, tanulni, fejlődni szeretnének, saját módszereket alkalmaznak azért, hogy egészséges zöldséget, gyümölcsöt termeljenek. A program által a kertművelők munkája kellő elismerést kap, és példájuk nyomán egyre többen művelnek konyhakertet, hiszen így az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a generációk között. Az idei évben immáron 8. alkalommal vett részt városunk ezen a színvonalas és példaértékű megmérettetésen. Az év témája a biodiverzitás éve, sokszínűséget, sokféleséget a kertekbe volt. Ezúton is köszönjük Kovács Szilvia alpolgármester asszonynak, továbbá a Legszebb Konyhakertek csapatának a lehetőséget, támogatásukat, kitartó időt és energiát nem kímélő áldozatos munkájukat. Alpolgármester asszony szavait idézve, ebben a nem mindennapi helyzetben most még inkább felértékelődik a kertek szerepe, hiszen egyre többen belátják, bizony nem mindegy, hogy magunk hasznára tudjuk-e fordítani a kertünket, udvarunkat, erkélyünket, vagy mindenért sorba kell állni és megvásárolni azt, amit egyébként megtermelne számunkra a kert. Az országos programban résztvevők szerepe példaértékű, mi sem mutatja ezt jobban annál, hogy a nevezők példáját követve 24.198 új kertet ástak fel. Ennyi új kertet alakítottak ki. Ennyi kert menekült meg a programnak köszönhetően. Ez pedig azok érdeme, akik megmutatták kertjeiket, és évek óta hűek a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertje országos programhoz. Az eredményhirdetést megelőzően tisztelettel felkérem Sőrés Anti bácsit, őstermelő, kistermelőt, aki kedves feleségével, Rózsika nénivel együtt közel 40 éve mintapéldája a kert iránti szeretetnek, hogy ossza meg gondolatait, tapasztalatait ünneplő közösségünkkel. Köszöntöm Önöket! Kedves kertgazdák, polgármester úr, képviselőtestület, program koordinátorok, zsűritagok, tisztelt hölgyeim és uraim! Sőrés Antal vagyok, őstermelő, kistermelő tevékenységet feleségemmel, Sőrés Antalné Rózsikával már 80-as évek elejétől intenzíven folytatjuk. Tevékenységünk palántanevelés, zöldség, gyümölcs termesztés, ami szinte azt lehet mondani, hogy már bioközeli termékek. A megtermelt termékeket feldolgozunk, savanyúságok, befőttek, ivólevek, lekvárok készítésére, és ezeket a piacokon, lakáson, rendezvényeken értékesítünk.
kertészkedés régen és ma. Az idősebb korosztály szerintem emlékezhet még arra, hogy Mezőtúr peremvárosa kertészkedőktől volt látványos. Itt egy picit visszatérnék, visszaemlékeznék szüleink, nagyszüleink korabeli kertészkedésre, ami bizony kezdetleges volt, hiszen nem voltak olyan segítő eszközeik, mint ma, ezért kézzel műveltek mindent, viszont ennyi kártevőse volt, nem kellett vegyszerezniük, tehát azt lehet mondani, hogy biokertészetet folytattak jobban, mint ma. Aki kertészkedett, az nyilván saját tapasztalatai alapján termeltek, próbáltak úgy munkálkodni, hogy minél egészségesebb, jobb minőségű terméket tegyenek a saját asztalukra, vagy mások asztalára. Nem voltak ennyi kártevők, nem kellett védekezni, és tulajdonképpen járták a piacokat, városokat vettek, és figyelembe úgy, hogy a kertészkedők tulajdonképpen a saját áruik megtételével szebb és jó minőségű árut tettek a asztalokra. A mini 50 négyzetméter alatti kategóriában második helyezést ért el Bodnár Sándorné, első helyezést ért el Vetésiné Nagy Ilona. Normál kategóriában harmadik helyezést ért el Juhászné Török Orsolya és családja, második helyezést ért el Pehácsekné Seres Edit, első helyezett lett Balázs István és családja. Közösségi kategóriában harmadik helyezést ért el Horváth Anita. Második helyezést ért el a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda. A kategória első helyezettje Farkas András. A zárt kert gyümölcsös kategóriában egy induló volt Sándor János Vilmos személyében, aki Herceg Zsolt polgármester úrtól külön díjat vehetett át. Zárt kert vegyes kategóriában második helyezést ért el Fehér András és Enyedi Erzsébet. Első helyezést ért el Jászné Polgár Mária, Jász Ferenc és öt kisunokájuk. Most mezőtúri rendezvényen képviselteti magát a Zöldű Mezőtúr. A csapat célja, hogy a város lakossága közösen tegyen egy fenntarthatóbb, környezetbarát jövőért. Ennek érdekében idén több olyan eseményen is részt vettek, ahol felhívták a figyelmet a környezettudatos szemléletre. Erről a témáról még nagyon sokat lehetne beszélni, de térjünk át a Zöldülj Mezőtúr csapatára. Mit tudhatunk erről a csapatról? A beszélgetésünk elején kijavítottál, hogy ez nem egyesület, hanem egy csapat. Mit tudhatunk rólatok? Azért javítottalak, én azt mondom, hogy helyesbítettelek, mert én azt szeretném, hogy az embereknek ne az jöjjön át a Zöldülj Mezőtúrról, hogy mi most itt teremtettünk valamit, és akkor mi majd megmutatjuk, hogy kell csinálni. Nem, mi azt szeretnénk, hogy közösséget építsünk, hogy együtt tegyünk ezért a városért. Én 20 év után költöztem haza lassan egy éve Mezőtúrra. Én még emlékszem arra a Mezőtúrra, amikor gyakorlatilag ez egy csapat volt. Lehet, hogy csak az én generációm, de nem, nekem nem ezek az emlékeim. Még a szomszédok összejártak, megbeszélték azt, hogy mit, hogyan csináljunk a kertben, adtunk egymásnak barackot, ha megérett. Tehát, hogy akkor az úgy együtt dobogott ez a mezőtúri szív, akár beszélhetünk itt lokálpatriotizmussal. Most visszajöttem, és azt látom, hogy ez egy kicsit megbomlott. Nyilván egyre jobban felgyorsul az élet, én ezt értem. Elmegyünk hétfőn, mondjuk én olyan vagyok, mint Gerfield, utánam eleve a hétfőket, de elmegyünk hétfőn, veszünk egy levegőt, és toljuk péntekig, és örülünk, hogyha van 5 percünk arra, hogy a gyerekünket megkérdezzük, hogy hogy van.
Én ezt mind megértem, csak hogyha együtt teszünk, együtt dolgozunk azért, hogy ez máshogy működjön, hogy szebb legyen a környezetünk, hogy a megfelelő hulladékgazdálkodás. Például itt van erre nagyon jó felület lesz ugye ez a központ, hogy oda a gyermekeidet le tudod küldeni, mint annak idején, amikor én kicsi voltam, eljöttünk a könyvtárba, mert a szüleim éppen elmentek valamit elintézni. És addig hasznosan és intellektuálisan építő dolgot tudtunk csinálni. A Zöldülj Mező Túr csapata azt gondolom, hogy pont ezt a hullámot szeretné elindítani. Uh-huh. Hogy a gyerekek kezét megfogva tudjuk nekik akár a gyakorlatban, a mindennapjaikba beültetve megmutatni, hogy tényleg csak egy plusz mozdulat, csak egy szemléletmódosítás az, hogy már nem dobjuk el azt a csokis papírt, hogyha sétálunk haza a boltból. Hogyha látod, hogy valaki le akarja tépni az önkormányzat által ültetett virágokat, akkor szóljál oda, vagy menjél, és vigyél helyette egy másikat, és ültesd be. Egyébként én nagyon-nagyon boldog vagyok, ahogy látom ennek a fejlődését, és egyre többen mögénk állnak, és olyan csodálatos felajánlásokat kapunk egyébként, akár virágot, hogy adnak virágot, hogy ezt tudjuk ültetni. És én ezért gondolom azt, hogy sokkal helytállóbb azt mondani, hogy ez egy csapat, mint azt, hogy ez egy egyesület. A RECAP és a Zöldülj Mező Túr csapata hogyan kapcsolódik össze? Hát ugye ez egy lineáris folyamat volt, tehát ez mondjuk úgy, hogy az alapja mindenek a plastik reprodukt volt, ugye ott van gyakorlati és szakmai tapasztalat, megfelelő identitás erre. Én egyébként nagyon csodálom őket, hogy még már akkor ezzel foglalkoztak, és olyan előremutató gondolataik voltak, amik azóta el is kalódhattak volna, de most jön az, hogy beérik. És ugye ennek a beérésnek a folyamati lépcsője volt a RECAP, amiről ugye beszéltünk az imént, és a RECAP az gyakorlatilag egy eszköze a Zöldülj Mező Túrnak, amivel meg tudod mutatni egy darab terméken például, hogy igen, tényleg nem kell többet tenned, mint megtanulod azt, hogy újra használj termékeket, vagy újra hasznosíts termékeket, vagy hogy szelektálj. Ugye a rendezvényeken pontosan ezért igyekeztünk szervesen és nagyon töményen adni az embereknek a szelektációt, ugye a szelektív kukák kihelyezésével, információs transzparensekkel. Én mindig elejétől a végig ott voltam, hogy a kérdés merült föl, akkor tudjak segíteni. És a RECAP is egy ilyen eszköz volt. Számos rendezvényen vettetek részt a közelmúltban, ahol nagy hangsúlyt vettetetek a környezettudatos szemléletnek a terjesztésére tulajdonképpen. Melyek voltak ezek a rendezvények, milyen folyamatokat készítettetek el ezekre? Hú, hát most tényleg számos rendezvény volt, úgyhogy kronológiát megértőlem. Tudnék egy-két olyan rendezvényt kiemelni, nyilván itt elkezdtük ugye meg kell említenem, hogy a MAFC nagyon szervesen segítette a mi munkánkat. Amikor kitaláltuk azt, hogy akkor egy ilyen csapaton keresztül próbálnánk meg összefogni az embereket, nyilván el kellett gondolkodnunk azon, hogy mi lesz az út. És egyértelmű volt, hogy bázist kell erre találni, és hát... Mi lehet ennél nagyobb bázis, mint hogy a gyerekekkel szót érts és meg tud őket szólítani. És mivel a testvérem kisfia focistaként, ugye most már U11-es focistaként a MAFC kötelékében focizik, nagyon egyszerűen itt volt előttünk a megoldás, és a Dóci Norbi ebben abszolút segített minket, ugye a labdarúgó szakosztályvezető. És akkor így megcsináltuk az első családi napot, ami már a Plastic Reproduct RECAP karkalöltve elindult, és hát fú, hát onnan aztán nem volt megállás majd minden hétvégén. Volt egy foci rendezvényünk, akár ugye egy trollfoci, csináltunk egy rekupát, az volt a legelső még februárban, az egy mezőtúri U9 foci torna volt, és azt láttuk, hogy nyilván ugye itt a rendezvényeken kérdőíveztünk, hogy tudjuk, hogy hol nem tiszta, vagy úgy nem, nincs információ átadás megfelelő, vagy hogy hol tudunk esetleg a kommunikációban segíteni az embereknek, vagy egy zöldháztartással kapcsolatban, vagy hogy mi az, ami érdekelni őket a témával kapcsolatban, és ugye nyilván ezt így föl lehetett építeni. És a troll foci volt az első olyan rendezvény, amikor azt tapasztaltuk, hogy elhoztuk a szelektált kukákat,
az, ahogy kezelték az egészet, bár ez inkább vízilabda fesztivál lett, mint foci esemény. Igen, nagy eső volt akkor. Igen, de egyébként zseniálisan vették az akadályt, és még minden mellett sikerült arra is figyelniük, hogy környezettudatosan csinálják mindezt. Mm. És ezek nyilván nekünk voltak visszaigazolások. És ma már azt látom, hogy a gyerekek azok, akik ugye akár a Zöldülj mezőtúrral találkoztak, hiszen nyáron rengeteg táborban voltunk, jelen, beszélgettünk a gyerekekkel erről. Ugye volt egy saját focitáborunk is, a Think Green focitábor, ahol délelőtt ugye környezetvédelmi szemléleti formálás volt, illetve délután volt a foci a szerep. Azt tapasztaltuk, hogy ezek a gyerekek már ugye nyár végére annyira elsajátították ezt a gondolatot, hogy akár édesanyjára vagy édesapára is rászóltak, hogy az nem az a kuka. Vagy hogyha nem tudtak valamit, mert ugye rengeteg társított hulladékkal találkoznak, mit jelent az, hogy társított hulladék, ahol egybe van csomagolva a papír, meg mondjuk a fólia hulladék, akkor jöttek és kérdezték, hogy akkor ezt most melyik kukában nyilván összezavarodva, de akkor segítettünk nekik. Tehát én azt látom, hogy a rendezvényeken keresztül jól sikerült megszólítani az embereket ezzel a dologgal. Nem csak a gyerekeket, hanem az utóbbi két rendezvényen már a felnőtteket is. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Friss hírekkel hétfőn is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!